Minden évvel összefogunk, aztán amit kell, megtesszük. Borda Károlyné már hajnalba felkelt, hogy friss, ropogós sóskiflit készítsen, és azzal lepje meg önkéntes társait, akik vele együtt részt vettek a Szeretett Híd elnevezésű országos református önkéntes napokon. Évek óta összetart a gyülekezet, és mikor milyen munkánk van, akkor jövünk és megtesszük, amit lehet. Szoktunk süteményt sütni, aztán amikor lehet, akkor szoktak főzni adományból azt is, és itt megvan vendégelve a nép, amikor végeznek a munkákkal. Én 4:30-kor keltem, és nekiálltam ezt a finom kiflit megsütni, és megfeleztem felit a gyülekezeti házhoz, küldtem a felit, meg idehoztam. Itt a nagy takarítás folyik majd, ezt a filagóriát tesszük rendbe, és vannak fogasok, amiket le kell majd festeni, aztán utána megyünk a kertbe, ha lesz rá idő, meg föl a templomtoronyba van egy kis szoba, amit rendbe kell tenni, ahol majd kiállítás fog nyílani, amikor elkészül. És miközben leszették a pókhálót és kitakarították a templom kertben álló helységet, egy másik csoport lelkesen pucolta az ablakot és lomtalanított a gyülekezeti házban. Már előző este megkezdődött a munka, mondja Szabó Gézáné, aki minden évben részt vesz ezen a programon. Mert este elvittük a függönyöket, kimostuk, kivasaltuk, hát megpucoljuk az ablakokat, ott a gyülekezeti teremben is kiporszívózunk, fölmosunk, amit tudunk. Ez a nők feladata. Együtt dolgozunk, csináljuk, és akkor együtt vagyunk a gyülekezeti tagokkal. Nagyon szeretünk együtt lenni. A református egyháznak van országszerte egy ilyen programja, amit Szeretett Hídnak neveznek. Ilyenkor megpróbálunk olyan munkákkal szolgálni a közösségek felé, amelyekben megmutatkozik az a szeretet, amit más az Istentől kaptuk. Most a mai napon elsőrenden a saját területünkön munkálkodunk. Itt látják is, hogy bontásra kerül az egyik már régen életveszélyessé vált épület részünk, és ebből próbálunk később majd egy olyan közösségi teret kialakítani az egész épületből, ami utána tovább a szeretet továbbadását tudja szolgálni. A holnapi napon pedig konkrétabban még inkább a város felé lépünk. A templom, az ifjúsági házunk, a parókia előtti utca részt fogjuk rendbetenni. Körülbelül mennyien vesznek ebben részt? Hát, hogyha figyelembe vesszük, hogy most elosztottuk a Szeretett Hidat több napra, pont amiatt, hogy a munkaerő gazdagsága ne zavarja egymást az előrehaladásban, én úgy gondolom, hogy egy olyan 70-80 főre lehet számítani. A Szeretett Híd elnevezésű önkéntes napokat 2009-ben hívta életre a Magyar Református Szeretett Szolgálat.